Az ünnepi készülődés végéhez közeledünk, hiszen elmúlt advent negyedik vasárnapja is, ami színes programokkal várta az érdeklődőket a Tamási rendezvénytéren, ahol elsőként a Csokonai díjas Tamási koncert fúvós zenekar műsora volt hallható. Az adventi programok összeállításánál több szempontot vettek figyelembe a szervezők. Bízom benne, hogy úgy látom, ahogy a közönségünk is látta, hiszen számos visszajelzést is kaptunk, hogy sikerült egy színvonalas, de ez emellett nagyon színes programsorozatot megvalósítani a művelődési központnak. Figyeltünk arra, ahogy minden évben, hogy egy adott városi közösségben azok az amatőr művészeti csoportok is helyet kapjanak egy ilyen műsorsorozatba, akik tulajdonképpen emblematikus szereplői a város kulturális életének. A nagy, komoly művészeti munkát végző csoportok részt vettek a program megvalósításába, ezúton is nagyon köszönöm az ő közreműködésüket. Nagyon fontos, hogy ezekre az alkalmakra mindazok eljöttek, azok a hozzátartozók, rokonok, barátok, akik lehet, hogy csak egy évben egyszer látják ezeket a csoportokat, de azt is fontosnak gondoltuk a program összeállításánál, hogy mindig legyen olyan profi fellépő, aki országos ismertséggel rendelkezik, és nem csak a város, hanem a város környék, sőt adott esetben a nagyobb, szélesebb térség közönségét is megmozgatja. A szervezéskor figyeltünk arra is, hogy különböző műfajok mutatkozzanak meg a rendezvény során. A különböző produkciók során sokan gyűltek össze itt a rendezvénytéren. Annak ellenére, hogy három első adventi vasárnapon az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, szerencsére ez nem mondható el az utolsó hétvégéről, hiszen igazi szép téli időnk van, amikor jól is esik egy kicsit kimozdulni, sétálni, találkozni barátokkal és ismerősökkel. Nagyon köszönöm mindazoknak a látogatóinknak, akik eljöttek és velünk együtt készültek az adventi sorozattal az ünnepre, de köszönöm mindazoknak, akik egész év során végigkísérték tevékenységünket és aktív részesei voltak velünk együtt a programoknak. Az egész város közösségének nagyon békés, boldog karácsonyt kívánok, a jövőre pedig, ami a legfontosabb, egészséggel teli új esztendőt. Az utolsó adventi vasárnap sztár fellépője a Kun testvérek, azaz a Fortissimo zenekar volt, akik lassan három évtizede meghatározó jelenségei a magyar zenei világnak. Egy kis meglepetéssel indult az este, hiszen nem a várt énekesnő érkezett. Annyit előjáróban szeretnék elmondani, hogy ez most egy eléggé különleges helyzet, amiben most én ide kerültem, ugyanis a zenekar eredeti felállásában az énekesnő az én nővérem, viszont sajnos ő most betegség miatt nem tudott jönni, úgyhogy én ugrottam be a helyére, hála az égnek családban marad. A dolog, úgyhogy nekem most ez nagyon új, ugyanis most ez lesz a harmadik koncert, úgyhogy nekem ez egy ilyen nagy, hát egyrészt egy nagy kihívás is, de közben meg egy ilyen csodavilágba csöppentem hirtelen ezzel a sok karácsonyi dallammal, nyilván ismertem őket, de azért előadni mégiscsak más, viszont a testvéreimhez nagyon értenek, hogy kiválogassák a legszebb és szerethetőbb dalokat, bármilyen műsorról is legyen szó, úgyhogy nincs ez más, hogy most sem. Most már nagyon-nagyon-nagyon sok ideje dolgoznak együtt, tehát gyakorlatilag gyerekkoruk óta együtt zenélnek, illetve hát van, amikor én is csatlakozom, nem csak ilyen mostohely helyzetekben, hanem azért van olyan műsorunk, amiben én is szoktam együtt a nővéremmel énekelni. Úgyhogy nálunk ez valamiért jól működik, nem tudom én se, hogy mi a titok, de valahogy inkább nem gyengíti az együttműködést, az, hogy családtagok egymás között, hanem erősíti. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn from up and the lights are. Let it snow when we finally kiss goodnight.
star. But if you really hold me tight, all the way home I'll be burned. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. A Szenteste előtti utolsó vasárnapon nem csak az otthonokban, de Tamási város adventi koszorúján is meggyúlt az utolsó gyertya, amit jelképesen a város polgármestere gyújtott meg. Nagyon közel van már a karácsony. A negyedik gyertya a szeretetet szimbolizálja. A szeretet pedig arra emlékeztet minket, hogy ebben a folyton változó világban, ebben a lelkileg nehéz időszakban, vagy nehéz időszak után törekedjünk az állandóságra, az állandó értékekre. Ilyen állandó érték, mindig állandó érték az otthon és a család. Én azt kívánom mindenkinek, hogy aki csak teheti, szerettei körében töltse az ünnepeket, hitben, reményben, örömben és szeretetben. Áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek, és sikerekben, és főleg egészségben gazdag, boldog új évet!